Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Szép estét kívánok, kedves nézők! Ez a Sportos Elmék második adása a Hatos csatornán. Én Albert Gábor vagyok. A Sportos Elmék egy olyan csoport, amely többek között arra szerveződött, hogy segítsen önöknek, akik szeretik a sportot és figyelik a sportot, segítsen abban, hogy egy picit betekintést nyerjenek a kulisszák mögé, segítünk megérteni bizonyos olyan kérdéseket, amelyek sokakat foglalkoztatnak a sportban, és talán keveset beszélünk róla. A mai műsorban a két házigazdánk, a két sportos elme, Faltusz Viktória, aki labdarúgó és média szakember. És a másik sportos elme pedig Harsányi Gergely hivatalosan, aki a magyar kézilabda válogatottnak a jobb szélsője, van neki 4 diplomája, én ebből a közgazdás szoktam mondani mindig, és hát nála aktuálisabb vendégünk azt hiszem nem lehet. A két téma, amiről ma beszélünk, az első, talán egy idézőjelben lehet ezt mondani, hazát cserélt sportolók, tehát azokról a sportemberekről beszélünk, akik olyan válogatottakban játszanak, ahova abban egy országba valamilyen oknál fogva kerültek. Megpróbáljuk majd azt végigbeszélni, hogy vajon mi lehet az az ok, ami miatt valaki hazát cserél, vagy címert, vagy meszt cserél. Ugye, mert az ok talán, vagy az indok most éppen az lehet, hogy Nagy Laci, aki a Barcelona kézilabda csapatának játékosa, elindult azon az úton most már hivatalosan is, hogy spanyol legyen, és vélhetően az olimpián már spanyol színekben játszik. Rá sokan haragudnak, viszont nagyon szeretjük Perezt, aki meg a magyar válogatott színeiben lövi a gólokat, és számos olyan sportolót lehetne még említeni, aki magyar válogatott lett, holott nem nálunk született. És akkor, hogy ki a vendégünk, akit erre az alkalomra hívtunk, ezzel a témával kezdünk majd foglalkozni, ő nem más, mint Rácz Marian, a világ legjobb kézilabda kapusa volt, nem is egyszer, és játszott a magyar válogatottban, valamint játszott az osztrák válogatottban is. Nálad, Marian, mi volt az ok, ami miatt úgy döntöttél, hogy magyarból osztrákká leszel? Nekem nagyon prózai ok volt. Én szerettem volna az olimpiára kikerülni, Barcelona olimpiára, és hát volt egy sajnálatos 1984-es olimpiai bojkott, ami miatt az akkori szocialista országok közül Magyarország sem vett részt az olimpián, és ekkor a kézilabda sportágat visszaminősítették, és C és B világbajnokságoknak a kvalifikációin kellett keresztül menni ahhoz, hogy A világbajnokságra visszakerüljön, és aztán olimpiára kikerüljön. 84 után 96-ban volt legelőször aztán a női kézilabda olimpián. Ez nekem a sportolói vagy biológiai koromban már nem fért bele, úgyhogy volt egy olyan lehetőség, hogy már kinyátszottam a Hipobanknál 3. éve, megkerestek azzal, hogy egyébként is ők nagyon sok játékost honosítottak, és a klubcsapatom az gyakorlatilag egyenlő volt az osztrák válogatottal, hogy a Barcelona olimpiára osztrák színekben vegyek részt. Így történt, ez az én sztorim. Ezt biztos sokszor megkérdezték már, de az milyen érzés? Játszottál magyarok ellen? Persze. Az milyen? Ugye tudom, persze. Álnői volt a kérdés, az milyen érzés, amikor a magyar himnusz nem neked szól, hanem az ellenfélnek? Nagyon, nagyon rossz, egy hihetetlen felemás érzés. Sőt, hát olyan is volt, hogy egy idő után én voltam az osztrák válogatott csapatkapitánya, és hát amikor itthon is voltam válogatott csapatkapitány. Tehát nem egy könnyű helyzet, és hát bizony sokszor én ott belül énekeltem osztrák mezbe a magyar himnuszt, de ellenfelek voltunk, tehát én gyakorlatilag akkor ott magamban arra szerződtem, hogy nagyon szerettem volna egy olimpián részt venni, mint sportoló. Uh-huh. Ezért kezdtem el kézilabdázni, és egyszerűen ez nekem nem adatott meg abban a versenyzői pályafutásban, abban az időszakban, amikor én magyar válogatottként ott lehettem volna. És hát maga a döntés is majdnem egy évig őrlődött bennem, illetve fogalmazódott meg bennem. És amikor már végérvényes volt az, hogy nincs más lehetőség. Tehát én 32 éves voltam Barcelonába, és utána nem sokkal abba is hagytam a pályafutásomat. Annyi egyéni sikerem volt, hogy ötödikek lettünk az osztrák válogatottal. Viszont én lettem a torna legjobb kapusa. Igen, úgyhogy nem egyszer fordult elő. Valami egyéni sikerélményem is volt, és
Hát ott a magyar csapattal ott találkoztunk, tehát rengeteg magyar sportolónak láttam én a versenyt. Kokóval ott válunkon sírt, mint bronzérmes, és mondta, hogy majd visszajön, és aranyérmes lesz aztán, amit hát sikerült is neki megnyernie. De vízilabdásokkal voltunk együtt, néztük a mérkőzéseiket, a férfi kézisekin voltak, tehát rengeteg olyan ismerős volt az olimpián, és hát egy nagyon nagyszerű olimpia volt, úgyhogy ezt sajnálom, hogy nem magyarként, de osztránként tudtam részt venni. Ez hogy élitek ezt meg ti? Hát ez a kézilabdában ez egyre jellemzőbb, és a futballban meg pláne. Tehát az, amikor Nagy Laciról sejthető már, hogy nem magyar válogatott lesz, ugyanakkor a válogatott csapatban most azt hiszem talán ketten voltak kint, akik nem magyarnak születtek, de a korábbi években is volt 3-4-5 olyan játékos, csak a férfi kézilabda válogatottban, aki magyarrá lett. Ezt, hogy éled meg te ezt magyarként? Hát én azt gondolom, hogy ez a honosítás témája, ez nagyon kétélű és egyben hálátlan téma is, megítélni azt, hogy most ez rendjén van, a helyes így vagy sem. Én azt gondolom, hogy két éve ennek azokat is meg lehet érteni, akik azt mondják, hogy ha egy adott országban születtek, akkor elvárják mondjuk, hogy valaki azt a címeresmezt húzza magára, de ugyanakkor a másik oldalnak is van abban igazsága, hogy vannak azok a történelmi események, pillanatok, családi események, vagy egyéni motiváció, ami mondjuk ahhoz vezet, hogy valaki azt gondolja, hogy egy másik országban találja meg a számításait. Van olyan kézilabdázó, akár aki magyarrá lett, akár aki, mert vannak többen, akik ugye Kindl Gabitól kezdve, akik magyarból lettek külföldi, vagy legalábbis egy másik nemzet színeiért küzdenek, akinél azt mondta, hogy valami miatt ezt nem értem, vagy nem akarom megérteni, vagy ez mindegyik eset, amely a magyar kézilabdán előfordult, a számodra elfogadható? Ha az egyéni motivációkat nézem, és a körülményeket én meg tudom érteni, hiszen lehet, hogy valamit nem tudott itthon elérni, ahogy Marian is mondta, hogy neki egy olimpia volt az álma, és ezt mondjuk másképp meg tudta valósítani, akkor én meg tudom érteni az ő indítatását. És ugye az athéni olimpia előtt volt az, hogy Puljezevic és Lazarov lehetne magyar, ebből a köztársaság elnök, akkor Puljezevic kérelmét aláírta Lazarovét, nem aki most játszott ellenünk a macedonok csapatában. Ez jó, ha posztra igazolunk külföldit a válogatottba? Hát ez országonként változik, hogy melyik válogatottnak. Mert ugye a macedon hamar lett, talán 3 hétig tartott. Így van. Tehát igazából az válogatott tagként eltérő, hogy melyik poszt a hiányposzt, és melyiket szeretne egy válogatott. De az van, hogy egy válogatottban akkor nem saját gyereket nevelünk ki, vagy úgy alakítjuk a felállást, a stratégiát, hogy abból főzünk, amink van, hanem körbenézünk a világba, és hozunk valakit? Természetesen az lenne a legjobb, hogyha a saját utánpótlásból meg lehetne mindig oldani azt, és egy olyan válogatottat összerakni, ami a világversenyen kitűnően szerepel, és mondjuk olimpiai érmet szerez. De vannak olyan országok, ami egyszerűen nem nevel... Tudjuk az álmodat most már ebből a mondatból. Nem, így van, nem nevel ki ilyen válogatottat, és akkor fontos marad egy szövetség szemébe, egy sportág szemében az, hogy fönnmaradjon magának a sportágnak ez az elismertsége, és ez lehet, hogy egy külföldi játékos hozzá tud segíteni. A magyar válogatott esetében is, mondjuk Carlos Perez, vagy Ivo Diaz, vagy Bújezevics, ezek ők mind hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kézilabdázás sikeres maradjon. Tehát erről az oldalról nézve pedig azt gondolom, hogy jól sikerültek ezek a honosítások. Hogy van ez a futballban? Ugye te vagy a futballista az asztalnál. Nő létedre, amit többen egészen jól tudunk ezen, de talán nézőknek egy kicsit furcsa. Hogy néz ki ez a futball? Van Marozsán Jennifer, akinek az édesapja magyar NB1-es játékos volt, és a német válogatottban játszik, miközben a cipőjén magyar zászló van. Hát a női labdarúgás az sajnos Magyarországon még nem kiforrott, nincsenek meg az anyagi lehetőségek, a játékhoz való lehetőségek, nincsenek normális pályák, normális öltözők, normális egyesületek, és teljesen érthető, ha valaki külföldön szeretne szerencsét próbálni. Ugye azt tudni kell nézőknek, hogy a német női labdarúgó válogatott az a világ legjobb csapata, vagy az egyik legjobb biztosan. És náluk ugye a férfi labdarúgásból, vagy a labdarúgás segítségével finanszírozzák a női csapatokat, ott is a Bundesliga az egyik legerősebb bajnokság, és nem utolsó sorban anyagi szempontból is, illetve tehát ez lehet motiváció, tanulmányi szempontból is megéri, hogy tanulás, amit a Viki mondta, tanulás, anyagi szempontok, tehát melyek azok a szempontok, amikor azt mondjuk, hogy megértem azt a magyart, aki elmegy, vagy
nyilván könnyebben és jobban fogadjuk azokat, akik magyarok akarnak lenni és erősítik a magyarokat. Nem csak kézilabdában, számos sportágban látszik ez. Tehát melyek azok az egyéni motivációk? Az olimpiát szerintem azt mindenki megérti, de milyen egyéb motivációk lehetnek, ami miatt ez elfogadható? De ne kerüljük meg, beszéljünk akár Nagy Laciról, mint példáról, tehát mint jelenségről, nem a személyéről. Még előbb eszembe jutott egy példa arra, hogy mi az, amit például én meg tudok érteni. Nemrégiben volt Pécsen egy sportkonferencia, azt Gábor is tudja, Viki is, amelyen hallottam egy nagyon jó előadást Marcinka Zoltántól, egyébként a Nemzetközi Kézilabda Szövetség edzőbizottságának a tagja, és nem mellékesen ő volt az ausztrál férfi kézilabda válogatottnak a szövetségi kapitánya. És ő mesélte el azt, hogy próbálta meghonosítani Ausztráliában ezt a sportágat, amit egyébként korábban nem is nagyon ismertek, hogy mi fánterem ez a sport, és őnek ilyen sikerült. Ráadásul volt egy másik álma, hogy összerakni egy olyan válogatottat, ami képes kijutni Ausztráliába. Na most nem feltétlenül tudta megvalósítani ezt az előbb említett utánpótlásból, hiszen Ausztráliában nem volt utánpótlás, nem nagyon ismerték ezt a sportot, ehhez kellett valamilyen másik fegyver, és ő azt használta ki, hogy a világ különböző pontjairól érkező sportolók, olyanok, akik a saját hazájukban nem tudtak válogatottba beférni, B-válogatottak voltak, tehát nem voltak olyan elismertek, de égett bennük az a vágy, hogy megmutassák valahol, és ki tudjanak jutni az olimpiára. És összerakott egy olyan sokszínű nemzet... Mert ez a Maria mintája. Igen, egy sok nemzetiségű csapatot, ami aztán végig kijutott. Uh-huh. Lehet, hogy egyébként Ausztrália soha nem jutott volna ki az olimpiára. Tehát azt gondolom, és ettől elindult Ausztráliában az utánpótlás, tehát a gyerekek elkezdtek kézilabdázni, mert látták, hogy a nemzetet képviseli egy csapat, és akkor segített. Biztos vagyok benne, hogy ez hozzásegített az embereket ahhoz, vagy a szülőket, hogy mondjuk elindítsák a gyerekeket, megismertessék ezzel a sporttal, mert volt előttük egy példa, hogy így ki tudtak jutni például az olimpiára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ezt megértem. Igen, és az én személyes példám, amikor kim voltam Ausztriában, a következő történt, hogy ugye ez a sok nemzetűségű csapat elindított egy kézilabda kultúrát, meghonosított egy olyan sportágat Ausztriában, egy olyan terem sportágat, ami nem volt. És én nagyon sajnálom azt, mert nagyon sok tehetséges gyerek jött oda Ausztriába, és osztrák, tehát ekte osztrák gyerekek, akik elkezdtek kézilabdázni a mi oldalvízünkön, és hát egy lehetett volna, ugye Gunnar Prokop a közismert kézilabda menedzsernek volt ez az álma. Méltán híres. Álma, hogy fölépítő egy osztrák kézilabdát. És olyan, hogy iskolai sport elindult. Tehát ma például olyan, hogy a osztrák utánpótlás válogatottak ott vannak Európa élmezőnyébe. A felnőtt az nem tudott lenni, mert még ott is gyerekek játszanak, de én szerintem a nagy hibát ott követték el, hogy amikor ezek a gyerekek 16-18-20 évesek lettek, és kértek volna profi szerződést, akkor úgy kezelte őket, hogy az ő neveltjük, és nem adta meg azt a fajta apanást nekik, amit például mi külföldiek, vagy kívülről jöttek, megkaptunk. És ez egy olyan feszültséget okozott, hogy azt mondta ott az osztrák játékos, hogy oké, akkor én abba hagyom a kézilabdát, elmegyek tanulni, nézek egy másfajta egzisztenciát, oké, itt hagyom Ausztriát és elmegyek külföldre. Németországban van egy csapat, a Thüringer, aki a német bajnokságban nagyon jól játszik, és egy német edzője van, aki a jelenlegi osztrák válogatott edzője, és egyébként a Gudorn is a másodedzője, úgyhogy magyar vonatkozása is van. És gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy ebben a Thüringer SC-vel körülbelül 8 osztrák válogatott játszik, de voltak Spanyolországban, tehát ez a generáció, egy olyan 20 ember Ausztriából kiment a világ különböző élcsapatébe, és ott játszott, de nem tudta a krémjét adni annak az álomnak, hogy legyen egy osztrák többségű kézilabdás csapat, vagy válogatott, aki ugye ennek az egész munkának a beérését le tudja aratni. És ez egy hiba volt, úgy gondolom, Ausztriában. Visszatérve hozzád, egy B-csapat, ugye beszéltünk itt az asztali teniszről, hogy ugye Európában, vagy bárhol van egy világverseny, van egy asztali tenisz mérkőzés, hát ott kínaiak játszanak, teljesen mindegy, hogy milyen válogatottban, mert ugye ott olyan hatalmas
azt a tenisz kultúra, hogy, hogy... Igen, azt a sportág, amit én most kiveszek a szavaitokból, hogy alapvetően a pozitív oldal felől közelítitek ezt meg, tehát a jó oldala. Az azt jelenti, ez azért jó példa szerintem, mert azt a sportágat konkrétan tönkretette ez. Tehát pekingi olimpián én megéltem azt, kimentem Póta Dzsinának szurkolni, 4 asztalnál 8-an játszottak, 8 ország színeiben, 7 kínai, és Póta Dzsina az egyetlen európai születés volt, pedig volt lengyel, német, osztrák, mindenféle nemzetiségű. Tehát ez egy érdekes. Hol lehet az a vonal? Tehát tudunk-e egy olyan exakt határt mondani, ahol innentől ezt a dolgot szeretjük, elfogadjuk, de másik oldalon azt gondoljuk, hogy ez nem jó? Esetleg én megemlítenék még egyfajta oldalát ennek a hazátváltós dolognak, hogy a világ ugye előzleti esedet globalizálódott, és ugye a nagy kutya nagy hal megeszi a kicsit, és akinek több pénze van, az nyer. Tehát a sportoló az már egy termék, és szolgáltatást végez, tehát akinek több pénze van, az elviszi a játékost. Ki jött belőle marketinges nagyon. Van erre egy jó példa, megint csak a Boateng család, ugye az egyik fiú gánai válogatott, a másik meg német, miközben testvérek. Tehát ezeket hogy lehet, tudunk egy ilyen vonalat mondani? Vagy beszéljünk, mondom még egyszer, nem Nagy Laci személyére, és tudom, hogy az mindkettőtöknek... Ha nem is azt mondom, hogy kínos, de érintettek vagytok, hiszen neked csapattársad, te ma is a kézilabda szövetségben dolgozol. Miért van az, hogy az emberek kifityülik Nagy Lacit Veszprémben, és nagy örömmel fogadják az összes magyarrá lett fiút a magyar válogatottban, és hősként ünneplik? Hát Lacinak ezt a távolmaradását a válogatottól nyilván nekem nem tisztem megítélni, nem is szeretnék megítélni, hiszen Lacival együtt nőttünk föl, nekem mondhatom. Nekem az a tisztem, hogy provokáljalak. Hiszen az utánpótlás válogatottban is és a válogatottban is hosszú éveket együtt játszottunk. Én személy szerint is sokat köszönhetek Lacinak, de azt gondolom az egész magyar kézilabdázás, hiszen a elmúlt év sikereiben neki nagyon nagy oroszlán része volt. Ez a múlt, hogy ő ezt a döntését meghozta, hogy most egyébként nem szerepel. Most kellemetlen helyzetbe hoztalak, próbálok segíteni, és ugye Pécset tanítok, és például tegnap a harmadéves sportszervezőkkel beszéltünk erről, sportdiplomáció órán, és alapvetően nincs gond a döntéssel, nincs gond Laci szemével, sőt, ugyanúgy mindenki nagyra tartja, a problémát a folyamatban látják, tehát hogy ez sokáig húzódott, hogy ebben ki a hibás, vagy ki nem, azt nem tisztünk nyilván megítélni, de megértőek a gyerekek is azzal, hogy Nagy Laci spanyol akar lenni, hiszen ott mások a körülmények, hiszen Barcelonában játszik hosszú ideje, ő a csapatkapitány, nyilván van a spanyol válogatottnak más lehetőségei van, mint... vannak, mint nektek, ezzel együtt nyilván kívánjuk, hogy győzzétek le, akár játszik benne Nagy Laci, akár nem. Tehát ez egy összetett probléma. Valóban ebben van egy kis hiba, hogy ilyen sokáig tartott az egész folyamat, és nem volt talán az a folyamatos kommunikáció, ami miatt talán az emberek megértőbbek lettek volna, és értették volna ezt az egész folyamatot, hiszen még most sem tiszta talán senki számára, hogy mi ez az egész. És hogyha még egyszer előfordulna egy ilyen, vagy újraindulna ez a dolog, talán azt biztosan lehetne változtatni, hogy kifél az embereknek el legyen magyarázva, hiszen a magyar ember, a szurkoló, az egyik azok megértsék, hogy ha ilyen történik, akkor miért van ez? De például nagyon gyorsan tudunk igazolni játékosokat, bár most ugye az egyik fiút nem engedik majd játszani a Nemzetközi Szövetség, ott ez viszont jól megy, és ott meg lelkesek vagyunk mi magyarok, hogy jönnek hozzánk kanadaiak, oroszok, szlovákok, akik magyar csapatban játszanak. Mennyiben más az, mert kézlabda, erre is van példa, amikor határon kívül született, de magyar ajkú sportolóról van szó, ugye Zácsik Szandra, Kovacsics Mónika, Krivokapics, Máté Fi. Tehát az is egy érdekes vagy, de hát Bojana Radulovics is. Azt kell mondjam, hogy olyan értékeket adtak a magyar kézilabdának. Irina. Igen, tehát olyan értékeket adtak a kézilabdának, ami azért felejthetetlen. És én azért azt mondom, egy picit a Laci esetéhez visszanyúlva, hogy valóban még mindig nem tiszta. Tehát én például teljesen nyugodtan el tudom azt is képzelni, hogy ő egyik válogatottban se fog a olimpián szerepelni. Igen, de bocsáss meg, de te vagy az, aki pontosan egy olimpia miatt lettél osztrák válogatott. Az olimpia azért a szent dolog egy sportolónak. Még akkor is, ha sok pénzt keres, ha Barcelonába él. Miközben azt gondolom, hogy a legtisztességesebb döntés valószínűleg ez, és én is ezt tartom a legvalószínűbbnek. Igen. Lehet, még egy esetleg megnyomatékosíthatja neki a döntését, ugye, hogy a következő világbajnokságban Spanyolországban lesz.
tehát az is lehet, hogy ott szeretné befejezni majd a pályafutását. De egy tanulsága mindenféleképpen van a történetnek, a mi szemszögünkből, hogy én úgy gondolom, és ezt nem feltétlenül az anyagiakra értem, hanem mindenféleképpen sokkal-sokkal jobban meg kell becsülni az értékeinket. És ez egy gesztussal, egy telefonnal, egy meghívóval, egy időben küldött repülőjeggyel. Ez általában a sportban nagyon sok minden nem pénzen múlik. Tehát ezt olyan apró dolgokkal lehetne a játékosnak megmutatni és érzékeltetni vele távol a itthonról, hogy számítunk rá, hogy szükség van rá, hogy gyere, hogy szeretünk, hogy ez nagyon-nagyon fontos annak, aki távol van innen. És hát valóban azokat a szerényebb körülményeket, amelyet akár egy válogatott szinten is, akár kézilabdában, más sportágban, itt Magyarországon mi nyújtani tudunk, azt ők elfogadják, mert hát nyilvánvalóan más alapon van egy spanyol kézilabda, egy Barcelona, de most az ő esetén túlemelkedve, én ezt így általánosságban mondom, hogy feltétlenül oda kellene figyelni ezekre az apró dolgokra minden szövetségnek. Bocsánat, egy pillanatra visszautalnék a Gergő által említett kommunikációra, hogyha egy hibát lehetne említeni, akkor az a média szerepe, a média szerepében látom. Ugye talán egyszer sem volt az, hogy na most gyere be Nagy Laci, üljünk le, beszéljük meg, hogy most akkor mi történik, te mit szeretnél, vagy mit gondolsz az esetről, és mivel a média nem kapott elég információt, vagy későn nyilatkoztak, vagy nem jó embernek, ezért kreáltak maguknak sztorit. Tehát ugye az újságírónak az a feladata, hogy megírja a cikket, jön a lapzárta, neki le kell adni valamit, ha az a témája, hogy Nagy Laci, akkor Nagy Laciról kell írnia. De jól van az úgy, hogy Nagy Laci kifigyüli a közönség Veszprémbe? Hát természetesen összességében nagyon nincs jól, hiszen az elmúlt 10 évben itt játszott. Mondom, ez nagyon kétélű, tehát azokat is meg lehet érteni, akik ezt ellenzik és nem értenek egyet, hiszen úgy nőttek föl, és olyan a felfogásuk, hogy Magyarországon születtem, akkor nekem a magyar válogatottba kell szerepelni. Azt gondolom, hogy az normális, tehát nyilván neked is a válogatott melegítő, az nem kerül be a bőrünkbe, az fogason van, mert az egy szent dolog. Így van, nekem is szent dolog, ez így van. Ugyanakkor van egy ritmikus gimnasztika csapat, aminek én nagyon régóta segítek, ott is a gyerekeknek az teljesen egyértelmű, hogy a magyar válogatott melegítő szent dolog, fogason van, és most mégis az egyik gyerek német válogatottként kint lesz az olimpián, mert magyarként az esélyt nem kapta meg, hogy a közelébe kerüljön. És nem tudok mit kezdeni a kérdéssel, nyilván a gyereknek szurkolok, és ha tudok innen segíteni, bármiben segítek, ugye a másik oldalról meg fáj a szívem. Van egy vívó sportársunk, a Böjti József Szabolcs, akinek most már hiszem Yusuf névre is hallgat, hiszen Törökországban, vagy a török válogatottban szerepel, és kérdezték tőle, hogy például, hogy milyen érzés, amikor a magyar, vagy a török himnuszt kell énekelnie, hiszen most török válogatott, azt mondja, hogy pici ürességet jelent. Ez nagyon így, a Bújdos Imrének a lánya, ugye a Bújdos Imre Szöulban nyertek a karcsapat. Tehát ugye hiába szerepel, és az egyéni motiváció. És a lánya német válogatott. Igen, hiába van egyéni motiváció, hogy elérje, de azért a szíve az mégis magyar is. És az a kettőség van benne. Tehát nem tudok a fejükkel gondolkodni, de nyilván mondom, ez az egyéni motiváció, vagy történelmi háttér, az lehet, hogy igazolja. Tudunk-e, ugye, amit erre a témára szántunk, a műsor első részed lassan véget ér, tudunk-e valamiféle tanulságot megvonni? Mondani egy-egy olyan mondatot mindenki, amiben ő össze tudja foglalni azt, amit erről a témáról gondol. Talán az jut eszembe, hogy nagyon jó lenne is egy ide az, hogyha mindenki, ahol felnő, ott megtalálna a számítását saját hazájában, ott lehetne válogatott, és minden ilyen tervét és célját el tudná érni. De ugye a mai világban, ahol kicsit elüzleti esélet világ van, a globalizáció, fölgyorsulnak a dolgok, és vannak másféle célok, és jó lenne, hogyha ez megfordulna. Hölgyek? Hát, vagy megállna. Vagy legalább megállna. Nem ilyen tempóba lenne. Én még egyszer azt ismételném, hogy magyar szempontból becsüljük meg az értékeinket, és próbáljunk olyan helyzetet teremteni, hogy egyre kevesebb sportoló gondolja azt, hogy máshol kell neki elérni a céljait. Én azt gondolom, hogy kommunikáció mindenek felett, jól kommunikálni, ezen felül a hazai értékeinknek az megbecsülése, tisztelete.
igyekszünk jól kommunikálni és önöket tájékoztatni. Ne menjenek messzire, egy nagyon-nagyon rövid szünet lesz csak, sőt, ha lehet, egy kicsit húzódjanak közelebb, mert megint csak olyan dologról beszélünk, amiről így még nem hiszem, hogy hallottak, hiszen az olimpiai kvalifikációt nyert kézilabda csapatunk jobb szélsője, szerintünk egyik hőse, Harsányi Gergő van itt, és ez lesz a téma azonnal. Na, akkor mi most hátradőlünk a Vikivel, és hallgatunk téged. Hát ugye, amikor, ez már második eset volt, amikor úgy kerültél be a csapatba, hogy a kispadon nézted a meccset, vagy volt rá esély az egész sorozatot, és megsérült az ugye az első alkalommal az EB-n, amikor Iváncsik megsérült, aztán most, amikor másfél perccel a vége előtt megsérült Gulyás a jobb szélen, bementél, és akkor mi már tudtuk, hogy akkor ez megvan. Hát igen, az első az a 2009-es EB-n volt, akkor a svédek ellen játszottunk a helyosztót. És a harmadik alkalom volt, és igen. Nem, az volt a, hát úgy a második, tehát hogy az utolsó pillanatban álltam be, mert ugye az EB-n ott, az EB-n, igen, ott tulajdonképpen Tomi megsérült, ott 15 perccel az első meccs vége előtt álltam be. De ami ilyen nagyon kiélezett volt, az a svéd volt a másik, 2009-ben. És én rögtön kiírtam ezt a arra bizonyos közösségi oldalra, hogy a Harsányi Gergő beállt, eldöntötte, ennyi, és nagyon komoly, pozitív reakciók jöttek. Egyetlen egy volt, aki azt írta, hogy de Gábor, hát a csapat nyerte meg, maga a csapat döntött el, aki, ami így van, csak nem értette benne nyilván a viccet. Az milyen érzés, amikor tudjuk azt, hogy lehet, hogy nem is túlzom el, hogy gyakorlatilag a magyar kézilabdázás sorsa múlik azon a meccsen, mert ugye a lányok nincsenek kinn az olimpián, és nektek meg kell verni a macedónokat, végig melegítőbe szurkolsz a kispadon, és egyel megyünk, de egyel kevesebben vagyunk, és van hátra másfél perc, és akkor le kell menni a melegítőfölös, és be kell menni hidegen. Igen, sokan kérdezték, hogy nem voltam nagyon kihűvve, hát ott ültünk 50-valahány percet, és én azt mondom, hogy annyira szurkoltunk ott a többiekkel a kispadon, és annyira együtt éltünk a pályán lévőkkel, hogy minden gól után felálltunk, üvöltöttünk, szinte extázisban volt az egész csapat, tehát sikerült magam melegen tartani, de természetesen most a viccet félretéve az egy valóban kiélezett szituáció volt, és hát a sors úgy rendezi, hogy pont rám jött ki, hát örülök, hogy sikerült belőni, mert így akkor az öröm oldalát tapasztaltam. Györfi János közös barátunkkal, igen, néztem a meccset, és fel nem merült bennünk, hogy az kimarad, amikor te fölmentél jobb szélen. Benned akkor lejátszódik valami? Vagy lejátszódott valami? Hát nyilván az a teher az nem nyomta a vállat, hogy most akkor a magyar kézilabdáért lövöm, mert azt nem gondolom, hogy az átvillan az agyon. Egy pár éve próbálok odafigyelni, hogy fejben nagyon sokat készüljek meccsre. Egy fiatalabb koromban azért inkább ugye próbált az ember zsigerből játszani, meg úgy, mert teltek a hetek, hónapok, és rájöttem arra, hogy egy idősebb játékos, amivel többet tud egy talán fiatalabból, az, hogy esetleg fejben erősebb, vagy egy olyan szituációt már másképp old meg, vagy éppen nem fél attól az adott helyzettől, és ez szerintem nagyon fontos. És pont azon a 2009-es világbajnokságon, amikor a svédek ellen lőttem azt az utolsó gólt, akkor a meccs előtti este is végig erre koncentráltam, és szinte próbáltam arra készülni, hogy ha akár egy percet, öt percet, bármennyi lehetőséget kapok, akkor annak be kell mennie. Tehát próbáltam teljes mértékben pozitívan hozzáállni a dolgokra, és ahogy te mondtad, nekem sem fordult meg a fejembe, hogy kimaradjon. Mert azon utána ráérünk már, igen, sajnálkozni, tehát... Azt se titok, Marian is kint volt, mint a Kézilabda Szövetség Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának a vezetője. Igen. Sikerült ezt így egybe kimondanom. Vezetőként ez rosszabb egy ilyen meccset nézni, nem? Mert nem tudsz hozzátenni ott akkor, amikor zajlik. Igen, hát nem tudtunk hozzátenni, viszont előtte meg utána, ugye ez az első mérkőzés volt, láttuk azt a fajta elszántságot és feszültséget a csapaton, amivel kimentek a mérkőzésre. A legfeszültebb a mester volt, ugye? Ez érdekes, amit mondasz, bocsánat, hogy sokat szor és közbevágok. Én ugye ismerem Mocsai Lajost még TFS korából, tehát elég régóta. Én még nem láttam ilyennek, mint amikor megsérült a Dani. Utána én egy ilyen beletörődő arcot láttam a nyilatkozat, miközben ő rá ez nem jellemző. Ez mennyire éreztetek ti ilyet? Nyilván csapat biztos nem. Biztos nem? Az az igazság, hogy ez egy nagyszerű csapat. Tehát ott a 3-4 nap alatt látva testközelből őket, egy valóban én azt mondom, hogy barátok, sportásak, nagy küzdők vált a válthoz vetve mentek előre, és én az első naptól kezdve bennem legalábbis, de
kisugárzott ebből a csapatból, hogy ez sikerülni fog. Tehát bennem érdekes, percig, mert életemben először éreztem a Lajosnál azt, mintha nem hinne benne. Percig nem érződött a csapatról az, hogy nem fog sikerülni. Uh-huh. És a Lajosban voltak valóban olyan kétségek, ezt jól érzed, de ő nagyon sokszor segített a magyar kézilabdának, hiszen női és férfi csapatoknál is volt, és én úgy érzem, hogy ezen a macedón meccsen pont ez a nagyszerű csapat segített neki is átlendülni azon a talán kétségen, ami ugye a sorozatos sérülések, és hát az I.S. Fecinek a legutolsó pillanatban történt sérülése okozott nála, hogy megvolt a munka, de kiesett ugye egy fontos láncszem, és ez a tényleg szenzációs csapat, ez olyan motiváltan, olyan magabiztosan, olyan magától értetődően ment ki, úgy, hogy mi ott voltunk a nézőtéren, nem tudom, hogy a televízión keresztül hogy jött át, de a fél csarnok tele volt macedónokkal. Igen, látszott piros-sárga, és volt 200 magyar, akik őket. Hát megpróbáltak kiabálni, de hát volt a mikrofon. Kisebbségben voltunk, és ebben a hangulatban, ugye a legelején azért egy picit ők vagányabbak voltak, vagy vehemensebbek, de hát aztán megfordult a kocka, és azzal a tudással, valóban, ahogy a Gergő mondta, azzal a rutinnal, azzal, hogy pontosan tudta a csapat, hogy mit kell csinálnia, hideg fejjel megcsinálták ezt a győzelmet, aztán a következő mérkőzést a brazilok ellen, nagyon taktikusan, és hát az utolsó meccs az valóban már egy ilyen baráti szép kézilabda. Érdekes, amikor annak idején a Fradi bejutott a futballcsapat a BL-be, akkor kérdezték, hogy mi a titok, mert olyan csapatokat vertek meg, akiket nem kellett volna, az Anderlechten jutottak túl utoljára, és akkor az egyik szerb, magyarrá vált szerb, a Goran Kopunovics mondta, hogy csúsztunk, másztunk, de fej volt hideg. És valami ilyet látsz, hogy éli meg a csapat azt, hogy a vezére, vagy legalábbis a csapatkapitánya az utolsó pillanatban kiesik? Az mennyire tört? Mert ugye Lajos azt mondta, ha én jól figyeltem, hogy ennek kétféle következménye lehet. Az egyik az, hogy itt ennek vége, mert jaj, és elkezdjük munkat sajnálni. A másik, hogy dacból, és csak azért is, és nagyobb energiákat szabadít föl, mint ami normálisan lett volna. Mit éreztetek, amikor ez megtörtént? A kérdésben benne volt az egyik válasz is. Valóban, amikor az I.S. Feci, mint csapatkapitány megsérült az utolsó héten, az utolsó edzőmérkőzésen, akkor hirtelen, ami az első percben történt, egy ilyen sok érte a csapatot. Tehát mindenki azt látom, hogy úristen, tehát mert ez egy szombat reggel volt, hideg volt, talán mindenki egy picit fáradt volt a heti munka után, és Feri megsérült, eltört a bokája, és akkor mindenki egy picit pár perc, ilyen sokkal elkerült. És ugye valóban két eset lehetséges ilyenkor, hogy vagy összezuhan a csapat, vagy pedig kihoz belőle valami mást. És hála Istennek, Feci egy olyan személyiség a csapaton belül, nem csak csapatkapitán, hanem egy olyan összetartó mag, akiért elkezdett küzdeni a csapat. És úgy voltunk vele, hogy na már csak azért is, Feci nélkül is, és megérdemli azt, hogy kiharcoljuk érte is a továbbjutást. Kérdezek a Kocsúnyát, az olimpiára ugye nem mehet több ember, mint most. Igen. Nyilvánvalóan, ha ő földgyógyul, ott lesz az olimpián. Valakinek meg itthon kell maradni? Hát nagyon reméljük, hogy felépül a Feci és egészséges lesz, és ő is azok közé tartozik, aki majd megküzd azért, hogy keretbe legyen. Természetesen Feci egy alapember ebben a csapatban, hiszen a védelem oszlopa, és nem hiába választották meg már Magyarország legjobb védőemberévé, védőspecialistájával. Úgyhogy ez csak egy kellemes gond, hiszen már megvan a fő feladat, hogy kijutottunk az olimpiára. Az, hogy ki fogja Magyarországot képviselni, az szerintem már egy kellemesebb gond. Te ezzel a góllal belőtted magad az utazó csapatba, vagy ezt megkérdezték? Nem lőttem be magam ezzel a csapatba, ezzel csak egy lépés volt egy góla sok közül. Nyilván fontos pillanatban esett, de ennek nincsen nagyobb jelentősége. Az, hogy ki lesz a keretben, azt még nem tudjuk, addig még van közel 3 hónap. Formába kell lenni, ugyanúgy bizonyítani kell nap, mint nap. Most jön a Magyar Kupa, bajnoki mérkőzések, nem szabad megsérülni, és stb. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Nekünk szerintem játékosoknak az egy feladatunk van, hogy addig jó formában legyünk, és minél jobban teljesítsünk. És ha mondjuk az olimpia után beszélgetünk, akkor milyen esetben lennél te elégedett? Hát a maximális elégedettségem akkor lesz meg, hogyha kijutok az olimpiára, és a csapattal ott egy nagyon jó helyezést érünk az el. Az mi? Hát akár egy érem. Jó lenne már egy érem. Az olimpián. A hivatalos célkitűzés a szövetségtől.
Amit beszélgettünk ott, és nézve az ellenfeleket, úgy gondoljuk, hogy az egy óriási bravúr lenne, hogyha a legjobb hat közébe jutna a válogatott. Ugye május 30-án lesz a két hatos csoport lesz, annak a sorsolása, akkor tudjuk meg. Mi Izlanddal vagyunk egy kalabban, tehát az biztos, hogy Izlanddal nem leszünk. Az EB után ez nem baj. Igen, igen, nem leszünk egy csoportban, de hát május 30-a után vagyunk okosabbak. A két hatos csoportból a harmadik helyen kell végezni ahhoz, hogy a legjobb hatba bekerüljünk, és a második helyen kellene végezni ahhoz, hogy a legjobb négy között az éremért játszhassunk. Hát ez nagyon nagy feladat, nagyon szép feladat, és hát mi is abban bízunk, hogy úgy gondolom, hogy a hat az a realitás lehet, az is nagyon nehéz lesz, de realitás. Az, hogy a legjobb négy közés érem, az egy álom lenne, de ennek a csapatnak semmi sem lehetetlen. Ezt akartam mondani, hogy ez a csapat megverte a franciákat. Én azt gondolom, hogy azóta a kézlabdát szerető magyar közvélemény el tud képzelni erre a csapatról mindent. Pont ezt akartam mondani, hogy visszaugolva az elszántságra, hogy szerintem az Európa-bajnokság óta az egész közvélemény, az összes kézilabda barát a csapat mellé állt, és ugye ott is volt egy törés, vagy annak nevezhető, mikor Izland, kiesett a horvát, és az Iváncsik Tomi, megsérült, és utána újra a csapat, vagy hát megmutatta, hogy milyen erős, és aztán veretlenül tovább jutott a csoportból. De érdekes, az emberek valóban a francia meccsre emlékeznek, de arra, hogy Izlandtól kikaptunk, meg aztán horvátokkal, hogy játszottunk döntni, az senkit nem érdekel. Hála Istennek. De ez jó, szerintem ez jó. Igen. Tehát azt gondolom, hogy az emberek elvárás, tehát én azt érzékelem, ugye sokat vagyok fiatalok között Pécsi Egyetemen, akik kezdenek érteni a sporthoz, meg kezdenek figyelni, mert hát ez lesz a szakmájuk, hogy nem elvárás van, hanem bizakodás, és ez jó. Tehát szerintem ezt magyar sport ritkán éli meg, az, hogy van egy szeretet, nem elvárás az, hogy nagy eredményt érj el, de a bizalom megvan. Melyek azok a csapatok, amelyek biztosan nem, de amelyeknél azt gondoljuk, hogy ott az elején végeznek majd? Mindenféleképpen a franciák, dánok, spanyolok. Tehát ők azt hiszem, hogy kiemelkednek a 12 csapat közül. És hát ha levesszük azokat, az Anglia ott lesz, mint rendező ország, az afrikai, ázsiai országoknak a bajnokai, bár azért Koreát nem írnám le, mert nagyon kellemetlen stílus és nagyon, nagyon jó társaság. Nehéz lesz, de ez a három-négy csapat azért az nagyon kemény, de hát ott vagyunk mi is. És mindig van egy meglepetés csapat, és még azt hozzátenném, itt kérdezted az olimpiai csapatot, és hogy ki lesz benne. Az érdekli, nyilván a nevet érdekli. Azt nem tudjuk valóban ma, hogy ki lesz a 14-ben, de azt tudjuk, mert tegnap volt elnökségülése a kézilabda szövetségnek, és Vetési Iván elnök úr úgy gondolom, hogy nagyszerű javaslatára gyakorlatilag minden kézilabdás fiú, aki az olimpiai felkészülésben kész van, kint lesz a londoni olimpián, vagy úgy, hogy a 14-be benne van, vagy pedig úgy, hogy szurkol a csapat, de ott lesz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű kezdeményezés, és nagy erőt fog adni a fiúknak. Igen, mert ugye a végén csak szűkíteni kell a keretet, és az mindig fájdalmas szokott lenni. Abszolút, úgyhogy ez nagyon jó kezdeményezés, és nem is gesztusnak vélem a szövetség részéről, mert valóban azért, az, hogy kijutottunk, onnantól a keret szűkítés miatt egy tudatalatti versengés úgyis megindul, és ezzel talán ez kizárható ez a rész, és mindenki csak a feladatára koncentrál, így, hogy mindenki kijuthat Londonban. Igen, és az is egy ilyen tudathasadásos helyzet, és ezt nem csak Lajos vetette föl, hanem ott a svédek is, és a résztvevő csapatok, hogy ma kézilabdában elmész egy világversenyre, de a magyar bajnokságban is, elnézést, 16 ember ül a padon. Tehát egyszerűen olyan gyors a kézilabda, hogy kell, hogy specialistáid legyenek védő munkában, támadó munkában, két csere, Végjátékban. És annyira gyors a kézilabda, hogy tényleg szükség van 16 ember, a kapusok se tudják végigjátszani. Tehát olyan tempó megy, hogy hihetetlen, és sorozott mérkőzésen lehet sérülés. Most itt 14 emberre leszorították, tehát ami ez most évek óta játszanak a csapatok, klubba válogatod, a 16-ból... És az egész stratégiát megváltoztatja. Igen, tehát van egy stratégia, ki kell szorítani a 16-ot, le kell szűkíteni 14-re, rettentő nehéz szakmailag. És az elképzelő csapatok nagy része két kapussal megy az olimpiára? Igen. Igen, elképzelő. Hát más megoldás nincsen. Akinek
védekező specialistáira szüksége van, azt nem tudja másképp megoldani. Majd előtte egy jégkorong válogatottat, ők is két kapussal mennek a VB-re, pontosan igen. Létszám. Igen. Igen, talán a 14-es létszám, ez úgy lett kitalálva, hogy posztonként két fő, és igen. Akkor ezt lehet variálni, valaki három kapussal próbálja, meg valaki egyet. Igen, az általában valamelyik szélre egy embert szoktak vinni. Igen. És akkor beállóba. Beálló szélső az egy ember, ahogy meg. Beszéljünk azért a női kézilabdáról is, mert bár nyilván van a válogatott mindenek felett, de azért azon a hétvégén történt a magyar kézilabdázásban még egymás, hiszen a Fradi újra kegdöntőt játszik, és a Győr pedig újra belütött a BL döntőbe. Azt jelenti-e ez, hogy a magyar kézilabdázás az a csúcsán van, vagy azért azoknak van inkább igaz, akik azt mondják, hogy a csúcson rendben vagyunk, de mögötte a sportágban komoly gondok vannak? Vagy mind a kettő igaz? Mind a kettő kicsit igaz, kicsit nem. Tehát április 7-e ugye egy szenzációs nap volt. Olimpiai részvétel a fiúknak. A Győr ugye BL döntőbe bejutott nagyszerű mérkőzésen, és a Ferencváros az pedig hát megismételt a tavalyi szereplését, bejutott a KEK döntőbe. És a női junior válogatott szintén kijutott a világbajnokságra. Itthon is elejtezőből. És azt nem szabad elfelejteni, úgy férfi, mint női vonalon elindultak a tavaly pénzekből az akadémiáknak a munkái. Akkor definiáljuk, hogy kézilabda mit jelent az akadémia, mert ugye a futballban azt jelenti, hogy egy zárt, olyan angol mintára lévő kollégiumba, tehát bezárják 14 éves korba a gyereket, aztán majd egyszer kiengedik, és sokan vannak, akik ezt nem nagyon szeretik. Igen, hát mit jelent a kézilabdában az, hogy akadémia? Igen, hát egyrészt olyan, hogy különböző nevek, tehát Bojana Radulovics, nálunk a Német Helga. Akkor az Éles Józsi. Évfolyam társam volt a TFN. Féle, tehát Szegeden is van, tudomásom szerint Debrecenben is. Gyakorlatilag a régi sportiskolai rendszerre épülve. Az én szívemhez közelebb áll jól. Fölépülnek azok, hogy a gyerekek nincsenek is szakítva a környezetükből, tehát ugyanúgy a iskolán belül és azon kívül megfelelő tanárokkal, illetve szakképesített kézilabda edzőkkel ismerkednek a korosztálynak megfelelő kézilabda tudással, kézilabda lehetőségekkel. A első szint az mindenféleképpen az, hogy szeressék meg ezt a sportágot. A második szint az, hogy a életkoruknak megfelelő technikai és fizikális adottságoknak megfelelően egy keret szisztémában dolgozzanak. És a harmadik szint mindenféleképpen az lenne, hogy ez nekik tetszik, akkor az iskolai sporton túl igazolt versenyzőkként. Tehát ez a fő cél az, hogy minél többen játszanak. Minél többen, minél több szinten, alacsony, tehát szivacskézilabdától kezdjék el, és aztán, hogyha adjunk olyan módot is, hogy ne csak a válogatott szint legyen, hanem megyei osztályokban, városi szinten, MB2-ben, MB1-B-be is játszanak olyan gyerekek, olyan felnőttek is akár, akik szeretik a sportágat, és ha ebből ki tud jönni egy olyan krém, amire mi vágyunk, akkor úgy gondolom, hogy 4-8 éven belül a kézilabdának az a széles bázis, ami most hiányzik, és újra szeretnénk fölépíteni. Igen, szépen visszakanyarodott, pedig én vittem el, ugye? Az újra ott legyen, és újra örülni tudjunk egy férfi és egy női válogatott. Minek köszönhető ez a Fradi és Győr siker? Mert amennyire én látom, ők igencsak két különböző utat járnak. Igen, hát a Fradi az mindenféleképpen az utánpótlás, és megfelelő posztokra, saját nevelősi játékosok mellé megfelelő posztokra igazolt profi játékosokat. Egy fiatal edző Ele Gábor személyében nagyon jó érzékkel, egy nagyon szintén jó közösséget formálva fontos eredményeket ér el. A Győrnek másik útja van, a Győrnek nagyon-nagyon széles a hazai utánpótlás bázisa, gyakorlatilag egy professzionális sportiskolát működtetnek, mégis hát az első csapatnál, bizony most, hogy itt a BL döntőben vannak, hát a Görbic Anita és a Pálinger Katalin, az a két utolsó magyar mohikán, ha szabad így neveznem, aki magyarként erősíti ezt a csapatot. És akkor megint visszakanyarodtunk az előző témához. És örülök nagyon, meg örülünk mindannyian a Győrnek, és szorítunk, hogy BL győztes legyen,
de hát... Jó, de ez trend a nemzetközi sportban azért. A válogatott szempontjából nem biztos, hogy ez szerencsés. Tehát én legalábbis azt látom, hogy ugye van a Győr a női kézilabdában, Szeged és Veszprém, vagy Veszprém-Szeged inkább ez a helyes sorrend a férfi kézilabdában, és ők olyan szinten űzik ezt a sportot, hogy a nézők megtöltik a veszprémi sportcsarnokot, meg a Szegedit is, mert ezekre a gyerekekre vagy játékosokra kíváncsiak akkor is, hogyha nem feltétlen magyarok. Tehát vagy olyan minőséget produkálunk, hogy az jó, vagy pedig hazai és helyi játékosok játszanak, az a másik, ami nézőket vonz, hogyha se eredmény nincs, se hely nincs, tehát azt nehéz megérteni, amikor úgy jönnek idegen légiósok, hogy azok nem erősségek. Vagy neked ennél keményebb a véleményed a dologra? Nem, mindenféleképpen egy idegen légiós az legyen sokkal-sokkal jobb, mint a hazai játékos, mert egyrészt úgy tud példakép lenni, úgy tudunk tanulni tőle, és úgy tud olyan gondolatokat, vagy mint példakép, olyan gyerekeket elindítani a kézilabda sporták felé, amit lehet, hogy most esetleg hazai poszton, például itt van Heidi Löke, aki a világ legjobb játékosává lett választva, és valóban azon a poszton, beállós poszton, hihetetlen sokat lehet tőle tanulni. És ezt látják az emberek, akár az NB1-es játékosok, abszolút. Gyerekek, példakép, és nagyon jó mentalitás. Ez egy érdekes váltás volt, ugye győrött az edzőcsere, amit nehezen értettek az emberek, miközben úgy tűnik, hogy igazolja a döntés helyességét eddig, legalábbis az út, amit bejár a Győr. Mi erről a véleményetek? Mi arról a véleményünk, hogy itt külföldi edzők jönnek a csapatjátékokba? Jó-e az? Mi az, ami a jó oldal, mi az, ami nem jó? Azt látom, illetve visszatérve a külföldi játékosoknak a szerepeltetésére, hogy megvolt a szansza a magyaroknak is. Ugye előző években rendre ott szerepeltek a döntőben, akkor kevesebb külföldi játékossal, magyar edzővel mégse tudtuk átlépni azt a bizonyos küszöböt. Most ide jött pár játékos. Igaz, hogy csak 1-2, maximum 3-4 magyarra van kiegészülve, de mégis egész Győr a magáinak érzi a csapatot. Lehet értük szurkolni, hősképeket látunk. És ez szerintem a fiatalok számára egy nagy lökést adhat, vagy az, hogy a tömegesítés elinduljon, mert most még én is úgy vagyok vele, hogy úristen, mit nem adnék érte, hogy ott legyek a BL döntőn, láthassam, hogy a Görbic és a Löke mit művelnek a pályán. Tehát, de és ez jött ez a norvég edző, és kihozta azt a játékosokból, amit például Konkol Csaba nem tudott. Ez az fontos, amit ki mondott, hogy ezzel mondtam, hogy jött egy norvég edző, tehát az, hogy egy skandináv mentalitást hoztak be a kézilabdába, hogy öröm legyen kézilabdázni, mert én ott voltam azon a BL döntőn, amikor elbukta a Győr, én abban láttam a különbséget, hogy az ellenfélben skandinávok, ők mosolyogtak. Amikor támadott a csapat, kijött a kapus, és megbeszélte a cserekapussal, hogy mit csinált az ellenfél, nevettek egy nagyot, és visszament. A miénk meg görcsbe voltak, hogy nyerni kell. Tehát fontos az, hogy azt mondja, hogy egy norvég, tehát egy skandináv mentalitás jön be? Fontos, de ahhoz már kevés szerintem itt a műsoridő, mert a skandinávok az egy külön fejezet. Kiszámolom közben, hogy perc. A skandináv kézilabda, tehát olyan, hogy maga a mentalitás, nem edzenek többet, sőt, ők napi egyet edzenek. A Magyarországon napi kettőt edzünk. Ott kint egyet edzenek a csapattal, viszont mindenkinek megvan a személyre szabott fizikális programja, tehát elmegy egy kondi edzésre, megvan a futóprogramja, és megvan az étkezési programja. És nyilván a mentális felkészülésre sokkal többet fordítanak. Igen, de már egész kicsi kortól annak a munkának, hogy mondjuk az iskolába kitakarít, vagy az iskolában van egy közösségi program, és ő abban részt vesz, abban, hogy aztán egy csapatsportba belép, mindennek olyan értéke van, hogy nem itt tanulja meg, például csapatsportban Magyarországon, hogy hogyha kihagyod a helyzetet, akkor most mi lesz, akkor kikapsz. Nem függenek ennyire sem egzisztenciálisan, sem szeretethiányban, sem szurkolói vagy edzői megnyilvánulásokban. Kiajtad, ember vagy, jó, de ezek a lányok győrött, a magyarok felnőtt válogatott játékosok, át lehet az ő gondolkodásukat ennyi idő alatt formálni annyira, hogy felszabaduljanak a pályán? Mert úgy tűnik, mintha át lehetett igen, volna. Igen, mert nagyon én úgy gondolom, hogy ebben nem elég csak az edzőnek az érkezése, hanem ugye a két játékos is. Hanem a Lökének, aki ugye élettársa, felesége a edzőnek, illetve egy-két olyan játékosnak, akik ezt a kultúrát magukévá teszik, át tudják adni, és megérzi a magyar játékos is, hogy hol az ő feladata ebben, hogy mi az, amit professzionálisabban kell csinálni, mert én szerintem nagyon jó magyar játékosok vannak, csak amit a Gergő is említett, hogy amikor idősödik, és ő nála ez megérett, amikor idősödik egy játékos, és tapasztaltabb lesz, rájön arra, hogy neki
neki készülni kell a mérkőzésre. Nem elég az, ugye, hogy, ahogy mondtad, hogy zsigerből játszani, hanem a kézilabda, ez nagyon komoly stratégiai játék. De Kammerezoli ugyanezt mondta el Pécsett azon a konferencián, hogy most, hogy idősebb, most örömmel megy edzőtáborba, tudja, mit miért csinál, nem nagyon akar hazajönni, pontosan tudja, hogy mi a dolga, és most már tudja, hogyha annak idején, akkor lehet, hogy nem csak háromszoros olimpiai bajnok lenne. Igen, ezt a skandináv 10 évesen tudja. Igen. Tehát itt vagyunk mi lemaradva, és én ezért örülök annak, hogy, hogy a válogatottnál is akár lemigbőm játékosokat fog tudni majd beépíteni, és ezt a skandináv kézilabda kultúrához. És a skandináv edző, bocsánat, hogy ennyit kérdezek, ő más szemmel is nézi, mert azt látom, hogy olyanokat emel be a válogatott keretbe, akikről szó nem volt, akár még utánpótlás szinten sem a válogatottban, tehát ő mást keres a játékosban, igen, mint egy, ugye? Igen, igen, igen. Tehát ilyen szempontból is jó egy picit, hogy nincs az a megcsontosodott keret, hogy már mindenki tudja, a szurkoló és a játékos is, hogy szépen belül a kényelmesen a válogatott. Senki nincs biztonságban. Igen, státuszában és kész, hanem egy tovább. Mit szólnak ez a magyar edzők? Volt egy kis ellenállás, de én úgy gondolom, hogy meg fognak békélni. Mert azért ehhez kell, hogy a BL döntőt megnyerje a Győr, nem? Meg fogja nyerni. Jó, hát így kéne abba hagyni. Fradi? A Fradinak nagyon szorítok szintén, hogy jó legyen, és meg tudják ismételni a KEK döntőt. Az már egy nagyszerű siker, hogy újra játszanak, és az egy nagyon nehéz feladat, hogy újra megnyerjék. Mert Szucsánszki Zita mondta talán, hogy jobban örül ennek a KEK döntőnek, mint a tavainak, mert itt komolyabb ellenfél van. Meg az volt az első, mert azt megnyerték. Igen, jó, világos, én próbáltam idézni minden igen. kommentár nélkül. Meg a Viborg, jól tudom, olyan 4-szer játszott Magyarország, vagy a magyar csapat ellen, és mind a 4-szer a Viborg nyert, tehát most meg kéne törni valahogy ezt a trendet, úgyhogy én is nagyon szurkolok mind a fradis lányoknak, mind a győrieknek, hogy összejön ez a siker, mert egyrészt nekük is, mint csapat jó lenne, és a női szakágnak, meg egyáltalán kézilabdázásnak, úgyhogy szorítunk nekik. Utánpótlás válogatott, ez mindig egy érdekes kérdés, ugye ez volt a negyedik azon a hétvégén. Mennyire számít az, hogy az utánpótlásban eredmény legyen? Mert megint csak skandinávok, ugye, de ezt futballban mondhatjuk a németeket, ott nem azért dotálják az edzőt, hogy a csapata nyerjen bajnokságot U17-ben, hanem akkor kap pénzt, plusz pénzt, hogyha az általnevelt gyerekekből valaki profi szerződést kap. Tehát milyen következtetést lehet abból levonni, hogy a válogatottunk kijut egy VB-re, ami azért elvárás a magyar kézilabdában általában. Igen, hát ez mindenféleképpen egy nagyszerű dolog, hogyha utánpótlás szinten is ott vagyunk a világ élmezőnyében. Az, hogy aztán hol végzünk évről évre, ez egyrészt korosztályi probléma is, tehát vannak lyukas korosztályok, vannak nagyon jó korosztályok, és vannak olyan korosztályok, ahol egy-egy, ahogy te is említetted, egy-egy nagyon tehetséges ember van, és akkor azt mondja a szakvezetés. Szerinted honnan nézzük azt, melyik az az első korosztály, ahol azt mondjuk, hogy igenis számít, hogy hanyadikak vagyunk? Hát én a 16 éves kortól mondanám, úgy fiúknál, mint lányoknál is, mert addigra már azért ki kell alakulnia annak a magnak, annak a 20-40 gyereknek, akiből abból a korosztályból a válogatottba 2-3 sanszos, hogy bekerüljön. És a dánnak, norvégnak számít a 16 éves korosztály, hogy ők otthonyadikok? Neki is számít, csak ők nem az eredményre mennek, ahogy mondod, hanem menjünk egy versenyre, és ők egy szisztémát játszanak. Tehát megvan határozva egy 16 éves gyereknek. Mit kell tudnia? Mit kell tudnia, a későbbi válogatott is körülbelül mit játszik. Láttam a skandinávokat, de most már például a győri játékosokat is láttam, hogy válogatott játékosokat, hogy szépen ott a kis füzetük. Megvan az, hogy ellenfél mit játszik, mit védekezik. Megvan egy nagyon komoly videó elemzés. Ott van, hogy le van bontva, DVD-n oda van adva válogatott játékosnak, hogy holnap játszol a németekkel, a veled szemben lévő játékos mit csinál védekezésbe, támadásba, szépen beteszi, megnézi a számítógépébe. És ott tart agyilag, hogy nem kell ez a csapatnak összeállni, hanem ő pontosan tudja, hogy az a dolga. Egyénileg is, csapatilag is azért elmondják az össztaktikát, tudja azt, nem lepődik meg, hogyha kijön egy nyitott védekezés, akkor neki az adott posztján mi a feladata. Ezt már a skandinávok egész-egész kis korba, tehát 14-16 éves korba megtanulják, játszanak. Annyira érdekes, amit mondasz, hogy dolgoztam a Paksnak az UEFA Európa Ligában, és egyetlen egy konfliktus volt, az is
hamar lezártuk. Tromsø nevű norvég csapattal játszottunk, 1-1 volt a meccs itt Fehérváron, vége volt a meccsnek, és két tromsői küldöttséghez tartozó ember lejött a lelátóról, összeszedtek a kispadnál mindent, hogy megkérdezte, hogy Gábor, hol van a szelektív gyűjtő. És mondtam, hogy az a nagyobb kuka, az nálunk a szelektív gyűjtő. Bocsánat, és ez volt a vita, hogy én azt gondolom, hogy ők azért tartanak előrébb, mert ez a gondolkodásuk, és volt, aki meg azt mondta, hogy persze, könnyű nekik, mert gazdagok. Melyik az igaz? Tehát elég sokat voltál a kézilabdában. Ebben ülnek föl, és nekem volt skandináv csapattársam is, és olimpiai bajnok Dán is, és később, amikor dánokkal ők megnyerték az olimpiai bajnokságot, akkor mutatta nekem az aranyélet, hogy néznek, hogy milyen csodálatos, és hát úgy beszélgettünk, és hát, hogy mi jár ezzel. És teljesen természetes volt például, ami nekem úgy furcsa volt, mert ugye ha nálunk itt olimpiáért, vagy bármilyen sporteseményért kapsz jutalmat, pénzjutalomról beszéljünk, ne kerülgessük a forró kását, az gyakorlatilag adómentesen kapjét meg. Tehát ennyi kedvezménye van egy élsportolónak. Náluk nem, mert ugyanúgy le kell adózni, és amikor én ezt mondtam, hogy nálunk ez hogy megy, akkor nem értette. És akkor innen kell majd folytassuk legközelebb, mert az időnk lejárt. Nagyon köszönjük a figyelmüket, a sportos elméket látták. Rácz Mariant, Faltusz Viktóriát, Harsányi Gergelyt.